A mindenség itt, Jimmy. Itt piszok jó kávét adnak a Nyiszent. Pedig Vincent meg én beértük volna valami olcsó Nescaféval is. Igaz? Tulajdonképpen kár is belénk az ilyen finom kávé. Milyen márka? Lestrapált magad. Mi van? Lestrapált magad azzal, hogy dicséred a kávémat, jó? Pontosan tudom, hogy milyen jó, mert én veszem. A Bonnie vásárol, ő szart vesz. Én azért veszem a drágát, mert adok az élvezetre. De most nem ez a legfőbb gondom. Nem az, hogy milyen a kávé a konyhámban, hanem a halott nigger a garázsomban. Á, Jimmy, ne izgasson! Ne, igenis izgat, és kérdezek valamit. Amikor behajtottatok, láttatok olyan táblát a háznál, hogy nigger hullatároló? Jimmy, tudhatod, hogy nem láttál látom. Olyan táblát a házamnál, amire az volt írva, hogy nigger hullatároló? Nem. Nem láttam. És tudod, hogy miért nem láttál? Miért? Mert nincs ilyen tábla, mert én nem tárolok nigger hullákat, bazd meg! Azért nem! Jimmy, nem arról van szó, hogy tárolom. Nem bírod felfogni, bazd meg, hogyha Bonnie hazajön. És itt talál egy hullát a házban, beadja a vállópert. Nem a különélés jelenti be, egyből beadja a vállópert, érted? Én pedig nem akarok elválni, bazd meg. Nézzétek, bassza meg, én segítek, de nem akarom emiatt elveszíteni a feleségemet. Jimmy, nem fog itt hagyni, ne izgulj! Ne Jimmy-zz itt nekem, bazd meg, Jules, oké? Ne Jimmy-zz itt nekem! Ha tudsz olyat mondani, ami nyomósabb ér, mint hogy szeretem a feleségemet, akkor mondj! Ne figyeljetek! Körülbelül másfél óra múlva hazajön a melóból. Éjszakai műszakban volt a kórházban. El akartok intézni pár telefont? Van valaki, fel akartok hívni? Akkor telefonáljatok, aztán menjetek innen a francba, mielőtt hazaér! Ez így klassz meg minden, mi sem akarjuk itt keverni a szart. Csak annyi kell, hogy ugrasszam az embereimet, jöjjenek értünk és kész. Nem akarjátok keverni a szart, más se csináltatok! És ez még semmi ahhoz képest, hogy mi lesz, ha Bonnie hazajön. Úgyhogy legyetek szívesek, a telefon a hálószobában van, célozzátok!